ez a kiemelt műsor. Hát erről dr. Szabó László Zsolt beszél nektek. Szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, negyedik alkalommal indul útjára a balatoni nyár. Gondolkoztunk azon, hogy talán változtatni kellene az idei évben valamit, de aztán úgy döntöttünk, hogy a jól bevált módszereken, illetve helyszínen, mint a Balaton, nem változtatunk. Ugyanakkor majd a Barna nyilván el fogja mondani, hogy mégis milyen újdonságok fognak ehhez képest majd megrenni a műsorban. Én úgy érzem, hogy a balatoni nyár több szempontból is betölti azt a funkciót, amire életre hívtuk. Egyrészt folyamatosan beszámol a Balaton környéki, és itt a tágabb régiót kell érteni, a Balaton környéki eseményekről, rendezvényekről, bemutatja magát a Balatont, illetve a Balaton környékét. Azon kívül ugye azért kitekintünk az ország más részeire is, és amire rendkívül büszkék vagyunk az az, hogy kimutatható a műsor eredményeként az, hogy a belföldi turizmus, és különösen a Balaton környéki turizmus az elmúlt 3-4 évben fellendült, és nem csak én mondom, hanem a hozzáértők mondják azt, hogy ebben jelentő szerepet játszott a balatoni nyár. Bízunk abban, hogy az idei évben is hozzá tudunk ehhez még tenni egy kicsit a korábbiakhoz képest. Köszönöm szépen. Most szerintem ez a mikrofon alapvetően menjen tovább is, hiszen hogyha jól tudom, akkor Medvecki Balázsnak alapvetően kötődése is van Réb Fülöphöz. Igen, valóban. Én Révfülöpi vagyok, tehát hogy van ott egy kicsi vityillóm, ahol nyaranta el vagyok. Eötvös Károly azt mondta a Balatonról, hogy a Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes búsmeség gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból, s ragyogó reménység a jövőre. És azt gondolom, hogy ez az idézet akár a műsor előzetese is lehetne. A balatoni nyár az elmúlt években rengeteg csodát mutatott meg a nézőknek, és ez az idén sem lesz másként. Miközben a többi TV csatorna ugye ismétléseket sugároz, közben az M1-en idén van labdarúgó VB, vízilabda EB, és a közmédia saját gyártású magazin műsora a balatoni nyár, amivel kapcsolatban egy érdekességet hadd mondjak el, hogy a balatoni nyár brand azt az is bizonyítja, hogy immáron egy desszertet is elneveztek róla, egy vaníliás, kekszes, csokoládés, fagyi mixet, ami több helyütt kapható az országban. Az egyik kollégám egy cukrászdába pont most a hétvégén azt fogyasztotta. Úgyhogy én a műsorhoz jó szórakozást és a fagyihoz jó étvágyat kívánok. Mi pedig akkor jogdíjat szedünk, kértem. Most azon gondolkodtam, hogy milyen új rovatok is jelennek majd meg, hiszen jó tippeket kapunk általában, hogy évről évre mindig megújuljon ez a műsor. Ugye említettem, hogy Fábián Barna ennek a műsornak idén a felelős szerkesztője. Barna, hát egyrészt lesznek új rovatok, meg hát miben gondolkodsz, ugye, hogyha rád nézek, akkor én azért hagyd mondjam el az újságíróknak, hogy 10 év, ugye? 10 évig mi azért együtt dolgoztunk Szegeden, és én tudom, hogy a Barnának az egyik szíve csücske tulajdonképpen az agrárium, hiszen az egyik végzettségre agrármérnök is, úgyhogy azt gondolom, hogy bevonod a műsorvezetőket valami ilyesmiben is. De hogy mi lesz idén a balatoni nyárban, azt most rád bízom, hogy elmond. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt vezérigazgató úr és kollégák. Valóban, bár ez nem az én ötletem volt, ez a Gazda magazin, Gazda rovat. Egyébként annyit szeretnék elmondani, hogy annyiban újul meg ez a balatoni nyár, hogy 9 új rovatunk lesz, állandó rovatunk, amelyek majdnem végig kísérik ezt a 9 hetet. Ezen kívül bár a Balaton és Réb Fülöp a központ, hogy az adás helyszín mindenképpen, de a témaválasztás mindenképpen Balatonra irányul, de emellett kitekintünk az ország egész területére, tehát ahol érdekes események, amelyek kötődnek esetleg a Balatonhoz, vagy vízparthoz, vagy olyan érdekes események, amelyek mindenképpen említésre méltók, bekerülnek a műsorba, szintúgy a külhoni stúdiók ajánlata is, rendkívül színes a paletta, most már folyamatosan jönnek az ajánlatok. Ennyiben bővebb a műsor, másrészt ugye természetesen, ahogy vezérigazgató is mondta, a labdarúgó világbajnokság és a vízilabda Európa bajnokság is szervesen kapcsolódik a műsorunkhoz. 9 új rovatról beszéltem, és ha már Klária Gazda rovatot említette, ennek az a címe, hogy Birtokra kelünk, ez hétfőtől péntekig minden nap műsorban lesz majd. Kedves műsorvezető kollégák fognak őstermelővé avanzsálni,
Nyilván arról van szó, hogy az emberek nagy része hallotta arról, hogy a tojás egy nagyon értékes dolog, és tele van fehérjével, koleszterinmentes, de ezen túl még, hogy ez hogy kerül az asztalunkra, meg egyáltalán a különböző állattartás és takarmányozási problémák hogyan merülnek föl. Minden nap páros műsorvezetőkkel, tehát ők fognak egy hölgy és egy úr, egy gazdaszony és egy gazda gazdálkodni. Ezen kívül természetesen a labdarúgó világbajnokság három rovatban is kapcsolódik a műsorhoz, természetesen az Irány Rio című rovatunkban, amely nyilván minden nap szerepel, amikor a labdarúgó mérkőzés van, az elején nyilván sűrűn. Itt a FIFA forgatócsoportjai küldenek nekünk anyagokat, amit az itteni sportos kollégák fognak megvágni, nekünk lefordítani, készen kapjuk majd. Van egy második rovatunk, ami a labdarúgó világbajnoksághoz kapcsolódik, az Irány Rio, ami a mi tudósítóinkat, a négy tudósítónkat, akik ugye a programokat, a mérkőzéseket fogják majd kommentálni, ők készítenek nekünk bemutatni nem csak a városokat, hanem ami a közvetítésből kimaradt. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen Halloween Brazília rovat címe, olyan városokkal is megismerkedünk, amelyekről ideig nem sokat hallottunk, de a 12 stadion valamelyike ott van, és akkor így nyilván egy ilyen Brazília bemutatkozik, talán ez is lehetne címe. Lesz egy Drucker kocsmánk, ahol egy kivetítőn a szurkolók végig kísérik valamennyi mérkőzést, és ezekről a mérkőzésekről a drukkerek véleményét, a tippjeiket, a mérkőzésekről, a labdarúgókról a véleményüket fogjuk majd bemutatni nap mint nap. Az állandó rovataink, amik tavaly is voltak, a nyári konyha, az főző, a nyereményjáték és az infoblokk. Ez az infoblokk azt jelenti, hogy mindig, minden nap, hétfőtől péntekig bemutatjuk, hogy milyen hőmérséklet, UV-sugárzás, meteorológia várható, humán meteorológia is lesz, és kulturális, és egyéb programajánlókat fogunk minden nap, hétfőtől péntekig bemutatni. Lesz egy ilyen rovatunk, hogy ez történt ma, amikor visszaemlékezünk arra, hogy ezen a napon az elmúlt évek során milyen jelesebb események történtek. Üdvözlettel című rovatunkban a balatonparti települések mutatkoznak be. Hétvégén, szombaton és vasárnap egyébként mindig valamilyen más település, első hétvégén Füred és Siófok lesz a vendégünk. Szeretlek Balaton rovatunkban híres emberek, zenészek, művészek, muzsikusok fognak beszámolni, sportolók arról, milyen kötődésük volt a Balatonhoz, és milyen élményük az, ami a mai napig is gyakorlatilag közlésre érdemes. Aztán, amit még mondanék, a Horgász Maraton című rovatunk, és ez a 9. új rovatunk lesz az, amiben a műsor elején, tehát amikor elindul június 16-án, és egészen augusztus 17-éig egy non-stop éjjel-nappali horgász versenyt rendezünk, ahol éjjel-nappal ott fog valaki horgászni a Révfülöpi móló mellett. Velük egyébként csetelni is lehet, megkérdezni tőlük, hogy mit ajánlanak a különböző halak kifogásához, és milyen élményük van, mit fogtak. Ez egy rendkívül érdekes dolog lesz, számítva azt, hogy Magyarországon 600 ezer horgász van. Nyilván nem a mind a 600 ezer véleményére számítunk, de szerintem nagyon sokan fogják majd ezt is igénybe venni. Aztán lesz még egy olyan rovatunk, amikor adás után a műsorvezetőkkel lehet csetelni, egyik nap az egyikkel, a másik nap a másikkal. Itt a műsorról a véleményüket is meghallgatjuk, a műsorvezetők szeretettel fognak rá, azt hiszem, hogy válaszolni. Jó, lesz egy Facebook oldalunk, ami már nem csak lesz, múltidő, ez meg is van, a www.facebook.com/balatoninyár. Ezen megy az interakció, a chat, a média klikkes cikkek kiposztolása, nézői vélemények, kommentek, és ma vagy holnap elkészül a média klik oldalunk is. Itt a Horgász Maraton kamera helye, egy Progo kamera lesz kihelyezve, éjjel-nappal nyomon lehet követni, nyilván este kicsit sötét lesz, de akkor is, hogy éppen hol jár ez a maraton. Cikkek, és nyilván újra nézhető az adás egy részlete és képgalériája. Egyébként itt szeretném elmondani, hogy az adás teljes egészében a Dunavör délután majd megismétli. Én így hirtelen, a játékokról nyilván ugyanúgy lesz három játékunk, mint tavaly, napi nyereményjátékok és heti nyereményjátékok. Elsősorban lesz egy VB-hez kapcsolódó nyereményjátékunk, ami majd tovább megy a vízilabda EB-hez. Lesz egy napi játékunk szintén, és egy heti játékunk. Hát ennek a részleteit szerintem majd az adásban megtetszenek látni, és köszönöm szépen.
Hát akkor most ugye jöjjenek a műsorvezetők, a főszereplőink. Én az Ádámon láttam az előbb, hogy már törölgeti a homlokát. Szokni kell ezt a nyarat, Ádám, hosszú lesz. És bár ott a Balaton parton azért a víz mellett a szellő egy kicsit könnyít ezen a helyzeten, nem lesz ennyire meleg, de higgyétek el, saját tapasztalatból mondom, hogy meleg lesz. Bemutattam nektek a műsorvezetőket, de azt nem részleteztük, hogy ezek közül vannak, akiknek már vannak balatoni nyaras élményeik, és vannak új műsorvezetők. Mondom az újakat, ugye Osvárt Andrea, igen, jelentkezzetek ilyenkor, így van, és akkor megyünk a sor másik végére, Varga Edit, Bőszte Ádám és Huszárik Kata, tehát a többi műsorvezetőt, akit láttak őket, már tudom faggatni az elmúlt évek vagy év élményeiről. Hát Andrea, neked most ez nagy kaland lesz, vegyél kezedbe egy mikrofont. Nem, nem? Az jó lesz. Jó lesz. Jó napot kívánok! Pláne, hogy alapvetően a kezdésnél, boom, a Leventével ti kezditek már az első hetet. Nem tudom, hogy mennyire beszélgettetek, mennyire vagytok egyáltalán összeszokva, vagy szereted ezt a dolgot, hogy majd lesz, ahogy lesz. Én szeretek fejest ugrani a dolgokba egyből, Balatonba is egyébként. Vizsgaidőszak, mikor egyetemista voltam, akkor a vizsgaidőszakban is mindig elsőként mentem be vizsgázni, hogy minél előbb túl legyek rajta, és akkor így a saját félelmeimen tudtam felülkerekedni. Szándékosan még nem barátkoztunk össze Leventével, hogy ezt majd ott... Halló! Hogy az illúzióim megmaradjanak, addig. De nagyon bizakodóan várom ezt az egészet, mert... Én ugye Tamásiban nőttem fel, a Balatontól 40 kilométerre, és nekem a nevelőapám hajóépítő volt, és ez azt jelentette, hogy minden nyáron mehettünk a céggel 1-2-3 napra vitorlázni, és azóta is szinte minden évben volt alkalmam barátokkal vitorlázni menni, és nagyon-nagyon irigykedtem rájuk, amikor külföldön éltem, és Facebookon értesültem róla, hogy ők élvezik a balatoni nyarat, én pedig nem tudtam, és ezért nagyon-nagyon-nagyon boldogan vállaltam el ezt a műsort. Itt még nem szerepeltél, de egyébként a műsorvezetés már olyan értelemben nem áll messze, hogy már kipróbáltad magad a páros műsorvezetést is, azt is, hogy egyedül. Hát ugye itt alkalmazkodni kell a másikhoz. Nem félsz attól, hogy Leventéről köztudottan tudjuk, hogy egyrészt minden második mondata, de akkor inkább azt mondom, minden mondatában ott van valami, amin elmosolítjuk magunkat, és csípőből kell tüzelni a Levente mellett. Tüzelni szoktam, de nem félek, mert az egyik ok, amiért elvállaltam a műsort, az az volt, hogy egy barátom azt mondta nekem, hogy ne izguljak, mert hogyha Leventével leszek együtt, akkor annyit fogok röhögni egy hét alatt, mint egy év alatt, nem más emberekkel, úgyhogy én nagyon bizakodom ebben. Igen, Olaszországban vezettem már többször műsort, egyedül is, párban is, élő műsorokat, díjátadókat, és tavaly a Budavári Palota koncertet is volt szerencsém vezetni augusztusban. Úgyhogy én örülök neki, hogy újra hívtak. Mondtad is, hogy direkt nem akartok konkrétan ismerkedni, majd lesz rá ott idő, de ha végignézek a műsorvezetőkön, akkor azt hiszem, hogy a Kriszta az, aki tulajdonképpen már ismeri valamennyire műsorvezetőként Leventét, hiszen a dalban azért ott voltatok egymás mellett. Várjál, ne add oda neki a mikrofon. Azt szeretném csak megkérdezni, hogy így aztán eszedbe se jut az sem, hogy mondjuk Krisztától kérjél néhány jó tanácsot, útmutatót. Eszem ágában sincs. Nem, azt gondolom, hogy akkor lesz eredeti és autentikus ez a kapcsolat, hogyha mindenki önmagát adja, és senki nem próbál senkit másolni, és én őszinte kíváncsisággal fogok ismerkedni Leventével, hiszen nem sokat tudok róla, még bevallom. Hát akkor adjuk is át a szót, most minél többet megtudj te is, meg az újságírók is Leventéről. Mondja csak, ha már reagálni szeretnél erre is. De csak nagyon röviden. Van csúszó. Halló, halló. Némi segítség kell. Innen Andi térdétől folytatnám. Szóval Harsányi Levente Gábor vagyok, 1970-ben születtem, március 21-én. Magam sem hiszem, de általában tényleg igaz. Ugye a Kos gyermeke vagyok, ami azt jelenti, hogy ennek tulajdonképpen semmi köze a műsorvezetéshez, de egyszer csak úgy alakult, hogy arra adtam a fejem, hogy megpróbálkozom ezzel. Sajnos elvégeztem az egyetemet, ennek ellenére azért még van munkám, és ennek nagyon örülök, mert a kettő nem mindig függ össze. Aztán, bár nem hangzott egy kérdés, nagyon szívesen beszélek önmagamtól is. De szóval, hogy kérdezek is azért, de mondja csak. Kíváncsian várom én is Andival való egyhetes együttlétünket a Balatonon, mely szakmai háttérrel rendelkezik.
És ugye feltetted a kérdést, Klári, hogy miért nem kérdezte meg esetleg Krisztát, Andi, rólam egy-két intelemről, gondolatról. Hát ezt megtette volna Varga Edit kapcsán is, hiszen vele fantasztikus heteket töltöttem együtt a Játékhatárok nélkül forgatásán, melyről többet nem mondhatok, hiszen nem ezért jöttünk össze. Viszont hát a tavalyi élményekből és emlékekből kiindulva ez egy egyszerű és megismételhetetlen hét lesz, Andi, úgyhogy arra kérlek, hogy minden egyes pillanatát jól vésd az eszedbe, és majd, hogyha lesznek hosszú téli unalmas hétvégék vagy esték, akkor ezeket nyugodtan majd előveheted. Úgyhogy én is tényleg nagy erők és nagy lendülettel várom a jövő heti kezdést, és a tavalyi nyárból tényleg kiindulva biztos, hogy nagyon-nagyon jó lesz. És ahogy elmondta a Barna, a felelős főszerkesztő, akinek a munkáját én külön személy szerint köszönöm, hát ha van olyan, hogy hőségriadó, akkor most ilyen bőségriadó lesz. Tehát annyi minden lesz a műsorban, hogy ezt mi majd szerintem nagyon nehezen tudjuk majd követni, de bízunk benne, hogy a nézők majd igen. Meg hát te nem tudom, hogy majd mennyi időd lesz mindenre követni, hiszen ott lesz a másik szerelem is, hiszen a foci. Ugye, elindul na, hát a VB, hát igen. Hát, és te azt is fogod nézni úgyis. Köszönöm, Klár, igen, hát a labdarúgás, ugye, az egy olyan játék, amit általában férfi, most már nők is űznek szerencsére, és hát jön a labdarúgó világbajnokság, fantasztikus kollégák lesznek ki, akik közvetítik a mérkőzéseket, és ilyen még velem soha nem fordult elő, amit most ezen a nyáron szeretnék, hogy Balatonba lógatott lábbal nézem a mérkőzéseket, tehát tulajdonképpen a balatoni nyár lesz a kapocs, az esti mérkőzések és a délutáni meccsek, mérkőzések között, és mondom, tehát ilyen környezetben kifejezetten külön élmény lesz majd nézni a meccseket. Szerintem Németország nyert, de ez most nem is annyira fontos. Mennyire lesz ilyenkor melletted a kisfiad? És mi lesz azon a bizonyos pólón, mert hogy mondjuk el az újságíróknak, ő minden évben kap, ugye, azzal a számmal, ahány éves egy pólót, és valami huncut feliratta. Igen, ezt úgy terveztem, hogy 4 éves koráig, mert ugye az embernek kb. 4 éves korától vannak emlékképe, és addig bármit írok a pólóra, ő vidáman elhordja. De most 5 éves múlt, már 6-nak néz ki, és elég szomorú, mert nem sikerült az érettségie, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a mostani talán, az biztos, hogy rajta lesz nyilván a szám, hogy 5 éves. Elég lassan ér el odáig a poén, nem baj. Szóval, hogy 5 éves, és még nem tudom, mi lesz a mondat folytatása. Talán, hogy és még a szüleim mégis együtt vannak. Tehát valami vicceset próbálok majd megfogalmazni, és majd arra a pólóra rányomtatni, de még nem tudom, de lesz idén is póló. És hogy mennyire lesz mellettem, szerintem inkább képben fog engem látni és nézni az adásban, mert bár fenyveshez kötődünk, ott van egy, hát nem is visszafogod, de nyaraló. Tehát ő ott lesz, és én ahogy tudok, és ahogy tehetem, majd nyilván az adások után oda megyek, kicsit elleszünk, és majd utána megyek vissza. Szóval akkor